Hoppácska! Zsántott! Na! Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Na szevasztok, fiúk, lányok, üdv mindenkinek ebből a kinti forróságból, ami ment légkondi mellett, nem is ennyire vészes. Discordon tegnapi nap folyamán azt hiszem, vagy tegnap előtt, tegnap. Raktam ki egy szavazást, hogy milyen live-ot szeretnétek látni, és a legtöbb szavazat a NASCAR-ra jött, úgyhogy akkor folytatjuk a NASCAR-ra. Ugye abból most fog jönni a 10. live, úgymond, és a 15. futam azt hiszem. Nem, 14. De lehet, hogy ebben még 15. is lesz. Úgyhogy, ja, a mai nap ezzel fogjuk nyomatni, csapatni, menni körbe-körbe, csak balra, néha kicsit jobbra, hogyha megforgunk, vagy ilyenek. Viszont előtte szia Dani, szia Viki, szia Milán, szia Gyula, és nincs itt Kristóf, hát ez szomorú. Pedig most NASCAR is van, és nem is ír be első között, na jó, biztos a meccset nézi. Na, úgyhogy egy ilyen csodálatos beköszöngetés után visszaadjuk a NASCAR-ra a hangot, adok játékképet, és ja. Iowa-ba látogatunk el. Ez lesz most a következő pálya, meglátjuk, hogy mennyire megy jó. Szia, Roli! Így van. Még a Twitch-es karriernek nem lesz live egy hónapig. Vagy még tovább, ki tudja. Nem, amúgy a héten ez az utolsó live, jövő héten nem leszek itthon. Úgyhogy legközelebb majd júliusban lehet live, de majd azt még meglátom, hogy mennyire akarok én live-ozni, vagy sem. Úgyhogy, ja, de most egy jó darabig nem fogtok itt látni, Twitch-en live-ozgatni. Max egy-egy chat-en meg fogtok találni, hogy halljon, de... Ja, én magam live-ozni nem fogok egy darabig. Na, nézzük a practice-t. Azt hiszem, egy quick race-t néztük. Az előző live-ba imizu. És se nem veszem észre a konyha, hazugságra amúgy se végig kíváncsi Dani között. Így is hamarabb észrevettem, mint te tegnap a kategóriaváltás, de mindegy is. Ja, ezt így kijelentetted? Akkor azért is abbocsátok meg. Ez nem így működik, Dani. Te itt azért becsírálsz, azt akkor egyből megbocsátasz. Ez egy pontos vesző felkiáltója, kérdője, mit tudom én. Nem, hogy kérdője pontnak. Szia, Sanyi! Még előfordulhat a javában, hogy meg lesz a célkitűzés praktisza.
Úgyhogy ebben az utolsó kanyarban nem könnyű belevégezni, mint az elsőben. Hát akkor miért ne kug, ezt elbasztad, mert az előttem lévő nem jött be a boxba. A jobb hátsó nagyon kukik. サミットニコスゾノムは 1.5 ドルタモガタスト、スジアーティクソーダ。なんか何でしょうか、でも知らんと思いやったんですね。なんかすんすいパードネイト。あ、でも違うぞ、ドネイトングとシャータイトとミスサマジャーラで、みんなでしょ。コストリーマーランスのシャータストネイトになる。Létezem benne. Meleg van odakin. És így igyekszek minél kevesebbet kint tartózkodni. Munka letelt a hétre. Aztán ennyi. Lehet, hogy a mai napra ez a majdnem 5 óra állás, 20 perc ilyen, az nem tett jó, de... De úgy minden fasza. Már amennyire fasza lehet minden. Pörög az EB? Na és merre pörög? Jobbra pörög vagy balra pörög? Így driftelve kell bevenni a kanyart? Így jobb? Ááááá! Na már fegy 24, de nekem. Na, akkor te Dani miért aludtál? Mert nem ment végig tegnap az fegy 23 kó karrier. Vagy hogyha Nikolás nem bírta akkor, mert nem toltad egyedül a karrier. Nagy hibák ezek, Dani, nagy hibák. Hát most már ilyen jobb előtt nem tudom az autó. Itt még első próbálkozás, az első az jobban nem. Hoppácska! Zsántott! Na! Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Dika Kristóf, a késő fiatalember. Megjöttem egy fekete pontot az ellenőrződbe, Kristóf, de amúgy szia. Így már nem látsz kitűnő tanuló, Kristóf, sajnálom. Na, még egy tizedet találják majd. Nem tudom, három pálya után, hadd sikerüljön már egyszer a practice program.
Őt egy tizet, egy picit többet kéne talán. Nem jó az így. Jó, egy tök késő. Na jó, persze, szép kifogás. Szépen átterelés a másikra. De akkor neked lenne az elmúlt, nem tudom, 2-3 hétben ketten sokat dolgozni, mi? Volt itt szemműtét, betegeskedése, tiszta Hawaii Dizsi. Nem kenyerek meg? Mint az előtt. Na, szerintem az autót eléggé helybe hagytam. Helyes, ne is legyen tökéletes, senki sem az. Nagyon szép összeszedés, remélem fűtőtök is van. Már most. Hát így van, lassú szar vagyok, sajnálom. Lando Norris elé pont kijöttem. Szélárnyakat is kapok, és még így is szar vagyok. Segítség! Áj, Istenem, hogy megint nem lett meg. Tessék, stílusosan visszajöttünk a boxba, csak úgy szólom. Szerintem lehet kis tóf, hogy igen. Attól függ, hogy elalszok-e verseny közben vagy soha. Még itt hogy volt? Ennyire mentünk el?
Most kipróbálom fordított stratégiát, vagy setupot hát, hogyha. Na, ott a jobb oldalt nem kalapálták ki elég jól, úgyhogy egy box utca falra helyre raktam. Na, kicsi kocsi Suzuki. Ja, hogy ennyire jól sikerült a road helyre rakni. Tetszik. Akkor hát akkor próbáljuk még egyszer. Tehát úgy tűnik, hogy ezzel a fajta setup-val lassabb vagyok csak. Amúgy a mikrofonban, amikor beszélek srácok, akkor jól érthetően lehet hallani. Most lehet, hogy egy picit messzebb van a mikrofon, mint szokott. Köszi srácok. Kopásunk talán egy picivel jobb így, de annyival meg nem. Jobban kanyarodni, csak kanyarodik az autó.
Akkor élvezd ki, Mile. Élvezd ki, ameddig hallhatod. Már még azt tudtam, hogy basszálja az én hangom a fületeket. Megvigyatok majd verseny közben koncentrálok, és akkor nem kell. Egy bassza. Nézzük időmérőn. 35. vagy 33. helyen leszünk. Ki mit tippel? Harminc egy. Nem mondtam elég jó helyezést. Hát így van, utána már úgyse leszek. 23-3. Asszi. Ja, hirt a goal position 25. helyet, azt olvastam, hogy 25 körös lesz a futam. Mondom, hát ez egy picit kevés a három stage-ja, de csak nem tudok olvasni. Iova, Spedavaj. Ez én Smith a barátunk, de jó. A ilyen fajl optical scanning, és a Paulinál pedig Brisco. Na, az én Smith egy tiszta versenyt fogadni nekünk, úgyhogy talán nem húzza ránk, mint izé. Passzopó Martins, vagy Hill, vagy Williams, vagy Nemecsek, vagy nem tudom kicsorolja mi. Hogyha Jackson 5., akkor ő a régi Jackson 5. Akkor bevették volna, vagy ilyen Jackoék? Aha, persze, szorítsatok össze, nyugodtan. Jó, fogja majd megint a köcsök faszopú, gyere ide. Gyere ide. Anyádra szoríts rá, Martins legközelebb. Jó, köz. Careful, still there.
legalább Martinsnak köszönhetően az autó eleje az sérül. Úgyhogy köszönjük neki. Jobb hátsó van nagyon kapu. Na, hogyha még sikerül előre jönnünk, akkor Martinson is valahogy át kell verekednem magamat. De valószínű nem fogja hagyni magát. Egy könnyű. Hát itt most a friss guminak az előnye még nem jön ki annyira, mint más pályákon szokott. De szerintem jobban jártunk így, hogy megjavítottuk az autót is, meg gumit is cseréltünk. És kereket. Ki akartam kerülni.
Ah, azt mondod, Kristóf? Lát benne valami? Kívülről azt látjabban látjátok? Push is miss. Hold your line, got one outside. All right, you're clear. Stay on the bottom here. Got one outside now. All clear. Én úgy furcsa, hogy a előző sárgánál hogy forgott ki előttünk, aki volt, és nem ért hozzá senki, lehet egy defektet kapott, vagy ilyen furcsán elkezdett füstölni a jobb hátsója az autónak. Gyorsulj, kicsi kocsi, gyorsulj! Majdnem. Jó, hát ez pit egyértelmű. Ó, milyen rózsaszín lett az ég hirtelen. Mint úgy érzem, hogy éjszakai futamba átmegyünk. Köszi szépen, Milán, igyekeztem. Úgy tűnik igazából NASCAR-ból is az a bajom, mint ami a F1-ben. Hogy az egykörös tempóm szar, a versenytempóm meg tűrhető. Egy idén még én tudnék még gyorsulni egy kicsit. Még mit tudom én, fél másodpercet. Ez már sokat segíthet. Bármikor lehúzódnék belőle, mindig ilyen valaki. Ha meg egyszer belőle kerülök, akkor lecsúszok ki újra. Jó. Hopp, ott valaki. Mentett egyet. És nem quick save-el. Got one inside.
Ugye már jó lenne, ha nem falra kennél fel. Sorry, Gordon. Got a car coming inside now. Hát egy picit jobban ráhúztam, mint kellett volna. Goldintól bocsánatot kell kérni. Azt mondjuk baj, hogy az autó jobb oldalra sérül. Van csak az a kérdés, hogy mibe sérült? Falnak mondtam. Ja, szerintem amikor falnak mondtam. Jó, box. Üzemanyag nem kell. Kristóf, Milán vár téged a kasszánál. Na, hogy látom, Szícsa vissza véletlenre is kijött inkább boxba. Nagyon előttem volt. Szegénynek jól fel van gyűrűdve az autó elején. Stay low, stay low. Careful, still there. You're all clear up top there. Car outside. You got rooms, you're clear there. Outside. Alright, you're clear there. Car high, careful there.
careful, still there. All right, you're clear. Careful, still there. Careful, still there. Five laps to go. You got room. You're clear. Outside. All right, you're clear. Jaj, azt hittem, hogy még van egy kör. Ha mondta, hogy white flag. Köszönöm szépen Kristófa a chaton lévő magyarázatokat, meg a GG-t is. Mondta? Én azt hallottam, hogy azért van lap to go. És azt hittem, hogy úgy van lap to go, hogy még ez a kör, meg még egy kör. Köszi, mi lenne a GG. Hát szerintem lenne, hogyha van időt rá, akkor nem hülyeség, hogyha nézel NASCAR. Milyen szépen pesetét adott. Veszel neked szállt le. Próbálj meg kilépni nyugodtan.
Na megjött Martins is. Úgy érzem. Hát figyelj már. Jól érzed magad, Martins? Na ezért nem biztos, hogy jó riválisokat szerezni. Na, hogy vicces lenne a fegyben is ilyen. Okon megkapnád riválisnak, aztán így leszorít mindenhonnan. Na jó, Mártin szállva, egyszerted az irányítást. Leszomorú. Mindjárt megyek sírni a sarokba, csak befejezem a versenyt, jó? Amúgy igen, nekem ezt tetszik. Meket itt azért NASCAR-ban azért mondjuk lehet testtelen is azért menni. Nyilván itt is furcsa néha a fizika. De akkor is szerintem itt ahogy tök jól lehet így menni. Kis kocok így vannak, szerintem bele is fél. Tényleg ez a Sadler Martins féle izé hadjárat, hogy valahol szorítanak, meg próbálnak izé kilöpni. Mert nyilván szar, hogy ezt csinálja, de annyira nem túl zóan szerintem. Mi után a valóságban a Hox utcában boxolnak egymással, meg ilyenek. Ezek után ez bőven belefér a játékba. Nem a valóságban már tényszer már is rég összeboxoltam volna. De szerintem nem álltunk volna meg ott, hogy azért jaj, küldtek vagyunk. Ez jó volt, tetszett. Hm, pedig az még nem is Martins volt ott mögöttem.
ahead. Stay on the bottom here. You're all clear up top. Careful, still there. You're all clear up top. Még szerencsére, hogy láttam, legalább Williams nem esett annyit vissza. Az autó is a sérült talán annyi. Kár, hogy üzemanyagért még kell kijönni. Mondjuk, hogyha egy jó sárgát kapunk, akkor még jó is lehet. Csak nagyjából lesz szerintem még egy 3-4 kör múlva kéne kapni. Úgy üzemanyag biztos ennyi kerüljön az autóba, annyivel már kibírja. Viszont srácok, szerintem csak Iowát tolom, de most már eléggé fáradtnak érzem így magam.
arra végén még úgy beászok lábba, mint ahogy Ádám csinálta az ausztrál nagy díjnál. Na, vajon ki lehet előttünk? Ó, lesznek itt már sokan előttünk. Szerintem érződik, hogy az autó is egyre jobban csúszik el. Ha nem feltétlen szeretne egy jeepbe végig menni a kanyarba. Amúgy chat, közületek látta bárki is az új országúti diszkó című filmet? Jake Gyllenhaalnak a főszereplésével? Én pont tegnap néztem meg. Akkor lehet Milan neked ismerős lesz a név, hogyha így mondom, mert szerintem lehet neked is Kristóf, meg akár még másnak is a chaten. Hogy ugye abban a filmben a... hát egyik főgonosz, hogy így mondjam, az Conor McGregor, ugye a korábbi WWE is, vagy UFC is, fiatal ember. Elég érdekes szerepet játszott a filmben, viszont ugye a magyar szinkronja az... ugyanaz, mint aki Tom Hardy-t szinkronizálja ugye a Venomokba, és amúgy tök jól illet hozzá az a szinkron hang. Na mivel viszont most már nagyon csúszkálok, ez szerintem boxdiszlep lesz. Elég lesz, ja. UFC is, ja. Akkor WWE. Néha azokat keverem. Szóval, ja, nő van benne, de amúgy egyszerűen úgy megnézhető film. De régi országúti diszkónak nem ér a nyomába. Bár nem tudom, hogy azt egyáltalán láttátok-e. Most jövök ki a boxból. Yes! Ajaj, wave around. Ajaj, az nem jó, mi? Még játék, hogyha belső nézetben váltottál volna, annak jobban idő. De, az jó. Az jó. Akkor jó. Ha jó, az jó. Úristen, Millsnek, hogy... ja, hú. Azt hittem már nincs maga... van a hátsó lökhárító, ilyen furcsán nézett ki ott a gumi. Ja, hogy így akkor körön belül vagyok. Yes. Ez jó.
De az a baj, szerintem így viszont mindenki pont kijött boxba. Így előnyöm most a gumiból nincs, úgyhogy aztán póblok el valahogy. Nem tudom, srácok, így azért úgymond sötétbe per éjszaka. Egy kicsit szebb nekem ennek a játéknak a grafikája, jobban tetszik. Hogy csillognak úgymond az autóknak is a festései. Szia, Penco! Oké, jó, hogy most a legrözzetek közé is beszarultam. Én Mátéz próbálom meg falra kenni, csak akkor nem menni tesz neki. Nem úgy igen, Kristó. Jobb ez a pálya, mint Pokonóból.
Na, mit gondoltok, srácok, egy top 10? Hát 5 meg lehet? Igen, az 3 autót kéne előzni, aki nem lekörözött. Melyik ennek a 18. helynek is örülhetek. Na hát, hogyha egy top 15-et sikerülne még összehozni, ez nem lenne rossz. Hát így szerintem 5 körrel a vég előtt nem fog bárni sárga. Meg a sárgát azért írjátok, hogy összerázódjon a mezőny. Vagy azért, mert akkor kijhetnék boxba. Mert ugye a jobb hátsó az már 60% alatt van. Még nem csodálom, meg 246 fokos. Na, mi lenne a boxot írja? Kis tók meg az összerázódást. Igazából most a top 15 megvan, nem csak meg kell tartani. Vagy még javítani rajta egy picit, de szerintem a gumim már azt nem fogja bírni. Jaj, pont a két hülye van mögöttem. Most muszáj voltam egy picit elengedni ezt, mert már éreztem, hogy megy ki alólam az autó. Na, 10. csak meg lett. Jaj. És végig zöld-fehér zászlóm is van, aztán minden ide jó vagyok. Meg Gralának is van egy zöld-fehér zászlója. És más nem nincsen zöld-fehér zászlója. Összesen a GG-t. Azaz, úgy kellett már tíznek bele a falba. Püf, puf, puf. Ma is érdemel. Na, Coldcaster-re illett a leggyorsabb kör. Grala vezetette a legtöbb kört, 61-et. Ez azért nem rossz. Martins jött fel a legtöbbet. Hát ugye nem érdekel minket, Bell pedig a legtöbbet bukta. Na, kaptam egy kis pénzt, jött pár fan. Igen. Szi. Szindrik riválisom. Ajjaj. Worst driver of all time. Akkor csak lejje dühös. Magrella is a riválisom? Mi a fasz? You are the trash. Akkor anyát picsálja. Ő
Briscoe meg azt mondja, hogy úristen, mekkora haver, meg én vagyok a legjobb, meg tisztább, meg professzionális driver, azt a minden. Na jó van. Meg már ilyen nagyon izéi furcsák. What is your deal? Oh, I'm sorry, sorry. Golding. Bocsi, bocsi. És akkor megyünk tovább. Ó, és az már pénteki lesz, hoppá. Contract option. Na nézzük, mik vannak. Az a baj, csak Xfinity továbbra is. És én nem Xfinity-zni akarok már. És így van, amit Kristóf mondta, Chicago Land fog következni majd. Helyetokat nézzem meg, hogy ez milyen pálya. Ajjaj. Vonalvezetés alapján nem tetszik. Feltétlen biztos, hogy rossz ez. Hát nem azért, de érzésre ez az autó jobban megy, mint a sajátom. Vagy csak a setup miatt, hogy másabb a váltó áttét is. De ezt az autót erősebbnek érzem. A sebességre is jobbnak. Ennyi fánkozás elég volt. Na jó, srácok. Ennyi volt akkor a mai napra.
Hát sorry, hogy nem két futam lett, de inkább nem merek belekezdeni második futamba, jobb ez így mindenkinek. Jó. Úgyhogy, srácok, akkor majd következő hónapban találkozunk, egyszer valamikor biztosan. Úgyhogy élvezzétek ki a nélkülöm eltölthető időt, töltsétek hasznosan, meg ilyenek. Aztán, ja. Hát ez még nem nyaralás, az majd csak júliusban lesz. Most igazából ilyen háziőrizet lesz. Háziőrizetben leszek. Úgyhogy, ja, akkor majd találkozunk júliusban, srácok. Köszi szépen mindenkinek a itt létet, aztán legyetek jók ti is, akinek van medencéje, medencézzen, akinek nincs, az meg lopjon egyet. Menjen át máshoz medencézni, aztán ja. Nektek meg Kristóf jó szurkolást, meg jó kint létet a Hungaroringen holnapra. Úgyhogy, ja. Jó éjszakát mindenkinek, szép hétvégét, jó szurkolást Magyarországon egy díjra, meg az utána következő kettőre, amit nem tudok, hogy mi lesz. Aztán majd re. Sziasztok!